Na sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb brosztázos videóban, és elérkeztünk az utolsó naphoz. Bizony, a Power Play-nek az utolsó módja érkezett el ezen a napon, ami nem más lesz, mint a takedown. Most tudunk utoljára teljesíteni és megmutatni azt, hogy mit tudunk ebben a játékban, ugyanis holnap kezdődni fog az újabb season valószínűleg, vagy hát lehet, hogy egy-két nap kiadás még lesz közte, de ez a season, ez biztosan le fog zárulni 14 és fél órán belül, vagy ahogy az eltelik az az időpont, azután jönni fog a zárás, és meglátjuk, hogy mennyi pontot is tudtunk összeszedni ebben a játékmódban, ami most jelent meg, ugye ez a rangsorolt Power Play. Iszonyatosan izgatott vagyok, hogy hogyan tudok majd teljesíteni ebben a játékmódban, és hogyan tudom azt a három meccset majd lenyomni, hogy vajon esetleg be tudok-e félni majd Magyarországon a top 200-ba vagy sem. Igazából nem fog zavarni, ha nem jön össze, viszont nagyon jó lenne valamit tudnék alkotni, bár elég negatívan állok hozzá ehhez a takedownhoz, mivel nem szokott annyira jól sikerülni nekem, úgyhogy most is valahogy úgy érzem, hogy nem lesz az igazi, de legyen ennek az ellentétje, legyen az, hogy jól sikerüljön, és hát nektek is ezt kívánom, srácok, ha még nem játszottátok volna esetleg le a Power Play meccseket. Igaz, egyébként egy másik pálya érkezett, mint amit a csaló táblásban bemutattunk, úgyhogy fogalmam sincs, hogy kit lenne ide érdemes hozni. Frovereket érdemes lehet, hiszen ugye rengeteg ilyen akadály van, ahol át lehetne dobálni, illetve long range-esek közül válogatnék szívesen, szóval vagy Brock, vagy pedig Pam fog érkezni ide, ővelek próbálok majd meg esetleg valamit összehozni. Nem igazán tudok dönteni, mert Pemi és Brock is nagyon jó lenne egyébként ezen a pályán, és hát Brock az ugye négyet tud lőni ezzel a Star Power-rel, viszont ugye hát elég lassan tud újra tölteni, de messziről oda tud csűrni, csavarni, Pem viszont gyorsabban lő, és talán több damage-et tud kivinni, úgyhogy én azt mondom, hogy az utolsó nap Pemmel fogok játszani, és most lehet, hogy egyébként ezt meg fogom bánni, meglátjuk, hogy mit tudunk alkotni, srácok. Vágjunk is bele az első mérkőzésben, nézzük meg, hogy a training montás takedown pályán mit tudunk alkotni az utolsó napon. Úristen, de izgulok, annyira várom már azt, hogy vajon mennyi pontom lesz végül egyébként így ebben a seasonben. Hát egyébként nagyon megközelítettük már majdnem azt az 1000-es számot, úgyhogy jó lenne a jövőben esetleg elérni a következő seasonben, ha már most nem sikerült úgy összehozni. Hát ahogy említettem is nektek egyébként, ez a takedown nem igazán szokott nekem menni, nem is tudom pontosan, hogy mire érdemes fókuszálni, hát nyilván a robotra, de azon kívül egyébként, hogy mivel eltölteni az időt, hiszen ugye most már van pajzsa is a robotnak, és természetesen akkor jön be az a pajzs, amikor már ugye kijöttem volna, és már damage-elhettem volna rá az ellenfélre. Hát nyilván akkor fog jönni fel a pajzs, amikor már odaérhettem volna, és rá durantottam volna egy-kettő lövedéket. Hát ez nem igazán jött össze, most ugye 6 másodpercen belül le fog jönni a pajzs, és inkább oda kellene menni, mint az, hogy a power cube-okat lessem esetleg, ugyanis hamar feljöhet ugyanúgy a pajzs, és hát nem sok mindent tudtam még csinálni ebben a mérkőzésben, és nagyon úgy néz ki, hogy folyamatosan elmegy előlem a robot, úgyhogy nem biztos, hogy sok mindent tudunk majd itt csinálni. Hát megint rajta van a pajzs, hát így hogy érjek hozzá, aranyapám. Aztán már itt van megint egy kolt is, meg minden is. Jaj, Jézusom, nyilván megint akkor fogok éledni, mire majd megint visszajön a pajzs, mert megint kirak majd a map szélére, és elég lesz oda beérni. Oké, annyira nem rossz helyen vagyunk. Ez még lehet jó is, egyébként az Elprimo az biztos, hogy jól fog teljesíteni azzal a 8 power cube-jával. Rengeteg sebzést tud ugye bevinni az utolsó pillanatokban, és konkrétan mindenki üti egyébként, de az Elprimo az nagyon szépen teljesít, viszont feljött ugye a shieldje a robotnak, úgyhogy most arra kellene fókuszálni, hogy valahogy felvigyük esetleg a HP-nkat, és maradjon egy elegendő power cube-unk, hogy rá tudjunk durantani egy-két sebzést erre a robotra, aztán pedig esetleg jobb pozícióban tudjunk végezni, mert ez úgy néz ki, hogy ez így nem lesz annyira jó. Nem lesz annyira jó, főleg, hogy az Elprimo esetleg fel tudja vinni majd a szuperjét itt a véghajrában, viszont lejön a pajzs, és nagyon jó pozícióban vagyunk egyébként, nagyon jó helyen vagyunk, tudunk durantani egy-kettő sebzést rá itt az utolsó hajrában, gyerünk, esetleg lehetett volna valakit kiszemelni, hogy őt megöljük és rossz a pozíció végezzen, viszont mi így sajnos, vagy nem sajnos, 7. pozícióban végeztünk, ami annyira nem király szerintem, úgyhogy az is lehetséges, hogy váltani fogok most, olyat fogok csinálni, amit még eddig sosem, hogy egy másik karakterre váltok. Játék közben bizony. Játék közben fogom ezt megtenni. Akkor már, ha az utolsó napon vagyunk, akkor legyen egy kicsit izgalmasabb. Ne csak ugyanazzal a karakterrel nyomjam. Ha úgyse tudjuk azt, hogy egyébként kivel lenne legkirályabb menni, akkor válasszunk valami mást. Akár mint a három mérkőzésben valaki mással menjünk. Igazából ugye olyan sok közül nem tudunk nagyon választani. Maximum shellizni lehetne esetleg, bózni, és egyébként lehet, hogy egyik sem lenne annyira rossz egyébként ezen a pályán. Viszont nagyon gondolkozom azon a Brockon is, hiszen ugye
azért sokat oda tudunk durrantani ezzel a Star Power-re. Négyet bele tudunk lőni, és a szuperünkkel is azért elég sok rakétát ki tudunk küldeni, szóval az is elég sebzés lehet ahhoz, hogy egyébként valami jó pozícióban végezünk. És az a 14 pontszámom ugye az annyira nem volt rossz. Én azt mondom, hogy az egész király egyébként ahhoz képest, ugye, hogy hetedikek lettünk, és hát konkrétan végig rajta volt szinte ugye a Shield, és hát most is az lesz egyébként, mert megint a pálya szélére rak ki, és mindenki előnyösebb pozícióban volt. Nézzük, hát a Rose az pont beállt egyébként elé, ami elég gázi nekem, de úristen! Na a szuperem az nagyon jól kiment, a szuperem az hotfix volt, az baromi jó volt, ki is jövünk egy kicsit a Power Cube-okra, a másikra elmegyünk, mert mindjárt le fog jönni a Shield, de nagyon jól sikerült egyébként, nagyon jól sikerült azt a Star Power kiküldeni, megpróbáljuk egyébként itt esetleg a Bullt lesebezni pluszba, hogy feltöltsük ugyanúgy a szuperünket, ahogy lejön majd a Shield egyébként a robotról, akkor rá tudjunk durrantani, a négy rakétánk az még megvan, valószínűleg el fog kezdeni futni mindjárt valamelyik irányba, és nagyon rossz egyébként, hogy a Bibi az levadászott engem, ugyanis a Bibi inkább úgy csinálja, hogy vadász az ellenfeleket, és majd utána az utolsó pillanatokban akarja összeszedni azt a sebzést, amivel be tudja előzni az ellenfeleket, úgyhogy érdekes felfogás, de egyébként nem mondom azt, hogy nem működhet. Sőt, főleg így, hogy ilyen Star Power-é van, amivel olyan gyorsan tud ugye futni. Remélem, hogy az a Shelly nem akar minket levadászni, mert folyamatosan ezt kapjuk egyébként, csak az évet, mióta ugye itt vannak a közelünkben az ellenfelek, és nem igazán hagynak, hogyan érvényesülni tudjunk, ami egyébként teljesen pozitív, és hát nyilván így kellene csinálni. Azoknak, akik ugye közelharciak, és kaptuk egyébként a hitet, de valószínűleg hamarosan jönni fog a pajzs. Jönnie kell a pajzsnak, mert ez ilyen nincsen, hogy most megint nem jön fel. Pont amikor remélek már, nyilván, oké, jön a pajzs neki. Úristen, azt a Shellyt, azt ki kellene nyírni. Nem csak azért, mert egyébként kellene a Power Cube, hanem egyszerűen veszélyes lehet az utolsó pillanatokban, és le tud konkrétan szedni, tehát hogyan a robotra annyi damage-et ki tud vinni, hogyan jobb helyezettet tud elérni esetleg majd. Menjünk itt, hogy gyorsan elkerüljük egyébként a Rózát, és az utolsó pillanatokban vagyunk, nézzük, a szuperünk az kimegy, a szuperünk az jól ment ki egyébként, és ráadásul le is tudtunk valászni valakit. Ez második, harmadik helyen végeztünk. Ami szerintem elég okés egyébként, tegyük hozzá, hogy ez a harmadik hely az nice, az very nice, 30 pontot kaptunk, hát Jézusom, konkrétan, mintha valamelyik pályán elsők lettünk volna. Én azt mondom, hogy egyébként a Blockit nem rossz. Sokkal jobb, mint egyébként a PEM, az fix, mert nem volt olyan nagy damage a PEM-nek, és ugye elég közel kellett kerülnünk a robothoz ahhoz, hogy tudjunk bevinni sebzést, viszont sok közelharci karakter volt, akik vadásztak ránk, úgyhogy nem biztos, hogy fogok ezen változtatni. Elgondolkoztam, hogy ott a Bálint, de nincs annyira sok értelme, mivel ugye nagy nyílt terepek lesznek, miután a robot elkezd szaladgálni az egyik irányba, ugye folyamatosan szeri lefelé ezeket az akadályokat, úgyhogy annyira sok értelme nincsen itt Flowert bevinni, beviszem ugyanúgy a Brockot. Legalább hozzunk össze annyi pontot, hogy meglegyen az a 900 pont. Úristen, az jó lenne, ha most egy mérkőzésünk jól sikerülne, azt nagyon adnám. Ha itt az utolsó ebben a szezonban, a season utolsó mérkőzésében tudnánk egy jót teljesíteni. Hát nem nagyon fogunk egyébként most menni Power Cube-ra biza, viszont ez nagyon para, hogy itt van a Piper, és őt el kellene kerülni, de hát kiugrott konkrétan a robot egyébként, kiment teljesen a mapról, és a Piper az rengeteg sebzést tudott egyébként bevinni, azt tegyük hozzá, és ő inkább arra fókuszál a robotra, viszont ő most meghal. Tehát, hogy egyébként mindegy is, mert pont abszorbálást kapott a robot, tehát most nem tudunk rá sebezni. Én szerintem is fel a Power Cube-okat, mert még van 10 pár másodpercünk arra, hogy lejöjjön az a Shield, viszont érdemes lenne megkeresni egyáltalán így a robotot, hogy olyan hol van, hol helyezkedik el, és amikor lejön a Shield, akkor már tudjunk durrantani egy-két sebzést oda. Nagyon messze vagyok, és hát ki tudja konkrétan a szigetről, nem tudom, hogy merre fog futni, de ez a robot folyamatosan elkerül minket, srácok, nem igazán tudunk semmit se csinálni, viszont azt talán ott jól ment ki, és nézzük a szuperem, az iszonyat rossz volt. Az utolsó pillanatokban el kellene mennünk egy-kettő Power Cube-ot felszedni. Ez nem a mi mérkőzésünk. Nem tudom, hogy az utolsó pillanatban esetleg tudunk-e valamit majd összehozni. 10 másodperc van hátra. Nem fog menni a Power Cube-ba, mert már be kellene menni a robot közelébe. Mindjárt jönni fog le a Shieldról egyébként. Figyelni kell. A Shellyt azt oda kell durrantani, hogy nehogy itt egyedül legyen. A 10 Power Cube-os PEM, srácok, az brutál jó. Az brutál jó sebzéseket tol itt ki neki. Folyamatosan a robotnak, és pont feljött a Shield megint, mire már az utolsó lövedékemet túrtam volna. Most nem tudom, az utolsó izét azt nagyon meg kell nyomni. Az utolsó sebzéseket be kell vinni, mint az állat, le kellene szedni egyébként az enemit. Hát mondjuk így nehézkés lesz lehet. Oké, jön le lassan, csak itt van közben az egyik ellenfél is a nyakunkon. Viszont nagyon jó
távolságban vagyunk ahhoz, hogy bevigyük azokat a sebzéseket. Most lehet, hogy megérné azt, hogy esetleg rádúrantok valamelyik enemire, és utána a szuperemet eltolom rá, viszont negyedikek, ötödikek lettünk. Nem a legrosszabb, nem is a legjobb, ezért szerintem, hogy 20 pontot fogunk kapni, de akkor lehet, hogy meg is lesz. Megvan bizony, megvan a 900 pont, srácok, itt a végére csak összehoztuk azért. A season végére elértük a 900 pontot, és most már tudjuk akkor azt, hogy mit kell majd megdönteni a következő seasonben, bár szerintem, hát azért elég nehézkés lesz. Jó, nyilván voltak olyan napjaink, ahol egyébként... Hát nagyon alul teljesítettünk, de voltak olyan napok is, ahol meg nagyon jól sikerültek a meccseink, és hát most jelen állás szerint 145. vagyok, de még rengetegen le fogják játszani a meccseket, viszont így benne vagyok a top 200-ban legalább így egy pár pillanat erejéig, mert még biztos, hogy rengetegen nem nyomták le a meccseket. Nem sikerült olyan rosszul, ahhoz képest, hogy arra számítottam, hogy ez itt az utolsó nap, utolsó mérkőzései, ezen a módon ez halál lesz. Nem, ahhoz képest nem volt ez rossz, és srácok, hogyha szeretnétek azt egyébként, hogy legyen majd a season zárásról egy videó, mert kíváncsi vagyok egyébként, hogy hogyan fog kinézni, hogyan fog működni vajon, hogy lesz-e valami egyáltalán, amit kapunk így az arcunkba, ugyanis 14 órán belül ugye le fogják zárni, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot és egy feliratkozást, és jelezzétek azt is komment szekcióban, hogy esetleg a következő seasonről legyenek-e ugyanúgy majd ilyen napi videók, amiben hát így játszadozunk és megpróbáljuk megdönteni esetleg ezt a rekordunkat, ami most hát végleges, mert ebben a seasonben ennyit tudtunk össze. 908 pontot. Írjátok le egyébként komment szekcióban, hogy ti mennyit tudtatok szerezni össz-vissza ebben a seasonben, és hogy jöjjenek majd hasonló videók még a jövőben. Köszönöm szépen a figyelmeteket, legyetek jók, sziasztok!